Egyelőre még csak találgatások vannak azzal kapcsolatban, hogyan alakul az esküvői szolgáltató szektor idei éve, de a szakemberek úgy vélik, nem kell attól tartani, hogy a tavalyihoz hasonló drágulás lesz a piacon. Árak tekintetében 10% drágulás alatt marad most, úgy tűnik 2024, hogyha valami katasztrófa helyzet nem változik, de hát azt szoktuk mondani, hogy ha egy picikét rosszabb, mint tavaly, akár adózásügyileg, vagy kevesebb a nyomás, az inflációs nyomás, vagy a háború keltette nyomása a turizmus szektorra, akár itt az esküvőkre is gondolva, akkor már jobban érezzük magunkat, és remélhetőleg egy nagy világjárvány is elkerüli a szektort, úgyhogy nem kell 11 órakor zárnunk az esküvőt, mint ezelőtt 2 évvel. A repülőkből kiszórt virágszirmok, az éjfélkor tartott szertartások és a gasztronómiai kultúrák legváltozatosabb elegye egyre szélesebb palettáját tükrözi az esküvői szokásoknak, nem csak a nagyvilágban, de Szabolcs-Szatmár-Berekben is. Krivács András szerint csak a képzelet és a pénztárca szab határt az esküvői forgatókönyveknek. Azt szoktuk mondani mindig, hogy a hány ház annyi szokás, és itt tényleg a szokásokra is visszanézünk, illetve az, hogy mennyit szánnak a házasulandó párok az esküvőre. Itt a alfától az omegáig a tárház, tehát mindenki akár már, mit tudom én, medence alján is házasodhat, egy búvár vagy egy anyakönyvvezetőnek a jóvoltában, vagy éppen repülőn is összeadhatják őket, a párokat. Tehát ez mind plusz extra. Természetesen az esküvő helyszínek, az éttermek, szállodák, konyhái, más egyéb esküvő helyszínek is fel vannak készülve, akár az extra kívánságokra. Az, hogy már ott helyben van házasságkötés, ez már nem újdonság, talán ezen belül az éjszakai vagy az éjféli házasságkötés szokott lenni egy extra tényező, apró tűzijátékokkal vagy olyan látványelemekkel, élménysóval, akár egy sztárvendégnek a fogadásával, amely még hangulatosabbá, még színesebbé teszi ezt a egyébként sem izgalmaktól mentes napot. Hegedűs Koppány tapasztalatai szerint a hagyományos esküvői szertartásokkal szemben egyre többen részesítik előnyben az újabb keletű szolgáltatásokat, mivel egyre fontosabb, hogy az esküvő valamilyen különleges élményt nyújtson az ünneplők számára. Minden évben változik, de minden évben egy irányba. Tehát mindig kopik el ez a hagyományos vőfé, és megyünk át. Most már van, aki nem is vőfének, és nem is ceremóniamesternek, hanem modern vőfének hívja magát. Talán ebben a szegmensben ez, ami most a legfelkapottabb. De egyre több az olyan esküv, amikor csak úgymond már ezek a ceremóniamester titulussal fémjelzett rendezvényvezetők, vagy rendezvényszervezők, vagy esküvő lebonyolítók érkeznek. És ugyanez a zenészeknél is. Egyre több a DJ-s esküvő, amikor már nem az élő zenére kívánnak mulatni, hanem a DJ-t választják a fiatalok. És ez minden évben változik. Minden évben egy kicsit több a modern irányba való hajlás. A szakember hozzátette, 2024-ben a tavalyihoz képest megnövekedett a foglalási kedv, amelynek hátterében vélhetőleg az infláció lassulása van, és ennek köszönhetően a párok bátrabban döntenek a nagy nap időpontjáról. Azt gondolom, hogy mivel nagyjából stabilizálódott a gazdasági helyzetünk, ezért sokkal bátrabbak a fiatalok. Ha a tavaly januári adatokat nézzük, akkor az éves össz lekötött esküvőknek a kb. 70%-a volt januárban lefoglalva. Ez darabszámban most pontosan ugyanennyinél járunk, tehát sokkal hamarabb kezdik el szervezni, sokkal bátrabban kezdik el szervezni a nagynapot. Ami pedig a túligot illeti, Hegedűs Koppány úgy fogalmazott, 2024-ben egy középkategóriás 100 fős esküvő összköltsége a szertartástól a vendéglátáson át az esküvői fotó, videó, illetve zeneszolgáltatásig minimum 5-6 millió forintba kerülhet.